a legdinamikusabban és leggyorsabban fejlődő gazdaságok és piacok ma Ázsiában vannak. Ezért is volt helyes döntés 2010-ben a magyar kormány részéről, hogy meghirdette a keleti nyitás politikáját, amellyel célunk az volt, hogy kiegyensúlyozottá alakítsuk és két lábra állítsuk a magyar külgazdaság szerkezetét. Persze tudjuk azt, hogy az ázsiai nagyvállalatok európai beruházásaiért egész Európában nagy verseny zajlik. Ha most csak erről az Apollo beruházásról beszélünk, akkor elmondhatjuk, hogy 11 ország volt versenyben 2008 óta gyakorlatilag azért, hogy az Apollo beruházását elnyerje. Ráadásul az ázsiai nagyvállalatok nagy hangsúlyt fektetnek a magas színvonalú munkára és a csúcs technológia folyamatos fejlesztésére. Az Apollo Tyresnek ez az első gyára, amit maga épít Európában. Tehát van már egy európai gyára a vállalatnak, de azt egy vásárlással szerezte. Magyarországon építi fel az első gyárat Európában. Egy 146 milliárd forintos beruházással, amely 975 új munkahelyet fog eredményezni, mint ahogy azt alelnök úr volt kedves nekünk elmondani. És a magyar kormány természetesen kiemelt figyelemmel fordult a beruházás iránt, és ennek megfelelően 16 milliárd forintnyi közvetlen készpénztámogatást juttatunk ehhez a beruházáshoz. Ezt természetesen Brüsszelben bejelentettük, és az Európai Bizottság engedélyezte nekünk ezt a támogatást.